21. alkalommal rendezték meg Szarvason az aratónapot, ahol a délelőtt folyamán megismerkedhettek az érdeklődők az aratás folyamatával. A szervezők figyeltek arra, hogy legalább ezen a napon, de teljes egészében visszahozzák azt a hangulatot, amit egykori elődeink teremtettek meg, amikor az aratásra került a sor. Ez a mai nap arról szól, hogy a hagyományokat ápoljuk itt Kárpát-medencében, a történelmi Magyarország közepén, és nyilván eljönnek a határon túli magyarok szerte a nagyvilágból, és bemutatják azokat a fogásokat, amit ezelőtt 50-60-70-100 évvel éppen a paraszt emberek, amikor az új kenyér a búza aratásánál elvégeztek ebbe a kemény nyári melegben, tehát kaszálásról szól, akkor cséplés bemutatóról szól, illetve aratói tényleg főzőversenyéről szól a mai nap, nem beszélve arról, hogy családok ével révén azért lesz itt egy ilyen vetélkedő is. Az aratás szimbolikus esemény és több, mint egy klasszikus munka, hiszen az egész éves munka lezárásaként is tekintünk rá. Egykor közösségi munkának számított, így az aratás során a gazdák minden munkája értelmét nyerte, hiszen ez azt jelentette, hogy a következő aratásig a mindennapi kenyér már biztosítva volt. Maga az aratás annó az arató családok, arató csapatok voltak, akik részes aratóként vállaltak komoly gazdáktól aratásra területeket. Ez egy különlegesen nehéz fizikai munka volt, ugyanakkor ehhez egy professzionális tudás kellett. Egyenes gerinccel, megfelelő kimunkált mozdulatokkal, mert egész nap kellett vágni a gabonát. Gabonát nem kaszáljuk, a gabonát vágjuk. Tehát itt ez egy megszokott, rendben történt és nagyon pontos, fegyelmezett munkamódszerrel. A fesztivál részeként Jakab István, a Magyarországgyűlés alelnöke, illetve Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is segédkezett az aratásban. Ez az igazság, még nagypapám volt az, aki annak idején tanítgatta, hogy hogy kell ezt csinálni. Talán meg tudom fenni a kaszát, rendet is tudok vágni. Jó érzés, egy kicsit az embernek a gyerekkora jön vissza. Meg egy kicsit emlékszik azokra, akiktől ezt tanulta, akiktől látta, meg akiknek valójában ez volt a mindennapi élete. Jó érzés volt. Az aratás után a kenyéráldásra is sor került. Mintegy 8 kg idén learatott búzából kemencébe sülve készült el az új kenyér. A szentelt ételt a szeletelés után mindenki megkóstolhatta.